Sziasztok, hát eljött ez a nap is. Ma végre felfedem, hogy a több mint fél éves kasztingolás után milyen motor mellett döntöttem, tehát mi lesz az új Lost Biker motor. Nem is akarom sokáig húzni az időt, úgyhogy elmondom, hogy az új motorom nem más, mint a hátam mögött a képen látható BMW F900R. Ebben a videóban el fogom nektek mondani, hogy miért a BMW F900R mellett döntöttem végül, hogyan jutottam erre a döntésre, mik voltak az eredeti szempontjaim, a tesztelések és a próbák során ezek hogyan változtak meg, úgyhogy kezdjünk is bele. Már az első NC-s szezonom után is foglalkoztatott az a gondolat, hogy jó lenne az NC-t lecserélni valami erősebbre, jó lenne kategóriát váltani. Vártam is az Eicmán, hogy na majd kihoz valami jó kis DC-t és modellt a Honda, és akkor én majd arra átülök, de hát ez nem történt meg. Végül úgy döntöttem abban a szezonban, hogy inkább a felszerelésem, illetve a ruházatom fejlesztésére fordítom a pénzt, aztán a motorcsere majd jövőre. 2019-ben aztán újra elővettem a kérdést, új motort szerettem volna venni, vagy maximum 1-2 éveset, és hát kizárólag a Honda modelljei jöhettek szóba, hiszen a DCT váltóhoz akkor még ragaszkodtam. Az elmúlt egy évben a Honda továbbra sem bővítette a DCT-s modellpalettát, így egyetlen számomra érdekes modell volt a választékban, az pedig az Africa Twin. Első körben azt kellett eldöntenem, hogy az Africa Twin nem túl nagy-e nekem. Annak idején, amikor az NC-t vettem, én fölültem az NC750X-re is, és amikor átültem az X-ről az S-re, akkor azt éreztem, hogy na ez az én méretosztályom, nem pedig az X, úgyhogy meg kellett vizsgálni, hogy az Afrika nem lesz-e nagy. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy bérelek egyet, viszont nem akartam oda menni úgy egy kereskedésbe, hogy még sosem ültem ekkora méretű motoron, és akkor majd ott kezdek el bénázni, úgyhogy elmentem egy túrára egy barátommal, akinek egy 1200 GS-e van, és hát megkértem, hogy ott az őrségben egy ilyen kis elhagyatott úton cseréljünk motort, és egy kicsit hadd próbáljam ki. Álló helyzetben, vagy így lassan tologatva, szokatlan volt a mérete a motornak, de abban a pillanatban, hogy elindultam vele, megváltozott minden, hiszen a fizika az ugyanúgy hat egy ekkora motorra is, mint az én MC-mre, úgyhogy pontosan ugyanazokat a dolgokat, ha csináltam, pontosan ugyanazok történtek. Toltam a kormány, dőlt a motor, fordult szépen. Maga a motorozás az nagyon kellemes és könnyednek tűnt, és hát már akkor lenyűgözött az, hogy milyen az, amikor egy motornak több mint 100 lóereje van. Az én 55-ömhöz képest ez egy fantasztikus érzés volt. Természetesen a komfortzónámat a GS esetében el kellett hagynom, hiszen váltóval és kuplunggal kellett együtt dolgoznom. Nem tűnt olyan bonyolultnak a dolog. De azért a DCT-t még ekkor nem engedtem el. Mindeközben a Hungaroringen és Kakucson totálisan elértem az NC határait, egyre erősebben fogalmazódott meg a gondolat bennem, hogy el kell adnom az NC-t, mert ezzel a motorral már nem tudok tovább fejlődni. Szeptember közepén a Sallerbecktől kibéreltem 3 napra egy 2018-as Africa Twint, és a megtett 1000 km alatt a következőket tapasztaltam. A pozitívumok. A közel kétszer annyi lóerő, ami az NC-hez képest van ebbe az Africa Twinbe, hát ez lenyűgözött. A mérete sem zavart igazán, ugyanúgy viselkedett a fizika törvényei alapján, mint bármelyik másik motorkerékpár. A futóműve az valami álom. Gyakorlatilag a Risros Serpentineken is úgy viselkedik, mintha Hungaroringen kanyarognál, egyszerűen agresszíven beteszed egy kanyarba, mindegy, hogy az út repedezett vagy kátyús, egyszerűen tapad, mintha sinem mennél. Földúton ugyancsak fantasztikusan viselkedik, gyakorlatilag úgy lehet vele gyorsítani, mint aszfalton, és hát az útfogása is ennek megfelelő. Nagyon-nagyon élveztem ezt a részét a motorozásnak. Ami nem tetszett, az ugye elsősorban a kategóriából ered, hogy ez egy nagyobb motor, és hát álló helyzetben manőverezni, tologatni azt nem olyan könnyű, mint az NC-t. A másik problémám az a lábtartó elhelyezkedése volt. Ha felvettem a helyes ülés pozíciót, és egy lámpánál mondjuk megálltam, letettem a lábamat, akkor a lábtartó az pont ott volt, ahol az én vádlim is, ezért szélesebben kellett leraknom a lábamat, viszont szélesebben tartva már nem tudtam teli talppal lerakni, úgyhogy sokkal instabilabbá vált a helyzet. Ha olyan üléspozíciót vettem föl, hogy hátrébb csúsztam az ülésben, akkor le tudtam normálisan tenni a lábamat, akkor viszont meg nem ott ültem, ahol én szerettem volna, ahol én biztonságosnak meg jónak ítéltem meg. Ezen kívül volt még egy olyan észrevételem, hogy az ilyen beavatkozó elektronikák, mint például az egykerekezés gátló, az nagyon agresszíven szól bele a dolgokba. Mindent összevetve, akkor és ott azt a modellt úgy, ahogy van, simán elfogadtam volna. Nagyon tetszett a vele való motorozás, ráadásul akkor már kijött a hír, hogy jönni fog az utódja, ami csomó technikai újítást fog bevezetni, úgyhogy én szinte biztos voltam benne, hogy valamelyik Africa Twin lesz a választottam.
Mivel az Africa Twin egy vérbeli terepmotor, ezért úgy gondoltam, hogy elmegyek Urbán Attila barátomnak a nagy enduro képzésére is a Szegre, ahol ki tudom deríteni, hogy mennyire megy nekem ez a műfaj, illetve esetleg még fejlődhetek is. Hát itt olyanok, mint földpálya, mély homok és egy erdei túra volt a menü. A tréningen én Attiláék bérmotorjával egy 1998-as Yamaha XT600E-vel vettem részt. Hát ez a terepezés, ez továbbra se az én világom, viszont derekassan küzdöttem a feladatokkal, mivel ez hosszú távon azért a javamra válhat. Délután egy túrán próbáltuk ki az egész napos tananyagot, és hát ennek során egy érdekes dologot vettem észre, hogy egyszer csak a Yamaha már harmadik sebességfokozatban volt, és én nem emlékeztem rá, hogy mikor váltottam föl. Úgy tűnt, hogy magamtól így ráállt a kezem arra, hogy váltogatnom kell, és ez ilyen ösztönszerűen ment. A túra után beszélgettünk kicsit, ahol Attila felhívta a figyelmemet többek között arra, hogy egyedül azért ne nagyon terepezzek. Egy akármilyen kicsi esés, egy lábtörés, egy olyan dolog, amit simán megúszhatsz, végzetessé válhat, hogyha nincs térerő, nem tudsz segítséget hívni, és önerőből nem tudsz kijönni a terepről, úgyhogy hát ezzel elültetett egy gondolatot a fejembe. Este otthon átgondoltam a napot, sok élmény volt bennem, de mindközül a legerősebb az volt, hogy mindenféle gond nélkül váltogattam, úgyhogy itt az ideje, hogy elengedjem a DCT váltót, illetve Attilának a mondatai is visszacsengtek, hogy egyedül ne túrázzak terepen, és hát én meg ugye egyedül motorozom, úgyhogy felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán kell nekem túra enduro? Pár nappal ezután meghívtak a 2020-as Africa Twin statikus bemutatójára, ahol végre fölülhettem erre a gyönyörű motorra. Hát a lábtartó még mindig ugyanott volt, ahol régen, viszont a motor gyönyörű volt, a kis egérmozi, az az új kijelző, ami a műszerfal helyére került, hát az fantasztikusan nézett ki, a motor tele van mindenféle technikai finom csemegékkel, úgyhogy egy biztos, a régi Africa Twin már egyáltalán nem érdekelt. Minden esetre október végén meghirdettem az NC-t, és elkezdtem átnézni a teljes magyarországi motorpalettát az új szempontrendszerem szerint, ami a következő volt. Legyen legalább 100 lóerő, legyen prémium a futóműve, lehessen rárakni 3 dobozt, legyenek benne az elmúlt 2 év technikai újdonságai az olyanok, mint a 6-tengelyes ECU, az elektromos gázmarkolat, kanyar ABS, csúszókuplung, gyorsváltó, egérmozi, és a legfontosabb, ne kerüljön 4 milliónál többe. Természetesen először a Hondánál néztem körül, hiszen a Honda választékában volt egy modell, ami régóta nagyon tetszett, ez a CB650R Neosport Café, különösen ebben a fekete arany színben. Viszont ahogy megnéztem a technikai paramétereit, gyakorlatilag egy 2 csatornás ABS-t kínálnak és egy irányban működő gyorsváltót, ezen kívül semmit. Szétnéztem a Suzuki-nál, de igazából ott a technológiai fejlesztések eléggé háttérbe szorultak, úgyhogy ezekből az elmúlt 2 évben megjelent új dolgokból szinte semmi sem kapható még a modelljeikben. Az Aprilia-nak és a Ducati-nak számomra érdekes modellje most nincs a palettán, úgyhogy őket is kihagytam. Tovább mentem a Yamaha-hoz, illetve a Triumphhoz, meg a Kawasaki-hoz. Mind a 3 márka kínált olyan modelleket, amik érdekesek voltak, technológiailag fejlettek, tehát szinte már jónak is mondtam volna, csak hát az az igazság, hogy mindegyiknél az ára az jócskán a 4 millió fölé ment, úgyhogy ezt is el kellett vessem. Belebotlottam a Husqvarna-nak a Pitvillen és a Swartpilen modelljeibe, amelyek azonnal megfogtak az extravaganciájukkal. Én nagyon szeretem az ilyen különleges kinézetű modelleket, viszont ahhoz, hogy a céljaimra megfeleljenek, nagyon sok kompromisszumot kellett volna kötnöm, úgyhogy ezeket is elvetettem. Volt egy modell, ami semmilyen szempontból nem volt racionalitás, hiszen az ára az jócskán 7 millió forint fölött volt, ez a MV Agusta Turismo Veloce Lusso nevezetű modell, hát ennek a neve is már annyira egzotikusan hangzik, és hát ahogy kinéz, azok a dobozok, meg ez egyáltalán nekem, hogyha pénz nem számítana, akkor az egyik befutó ez lett volna. A keresgélés során természetesen eljutottam a KTM-hez is, ahol egy viszonylag új modellt fedeztem föl, a 790 Adventure-t, amely szinte az összes szempontomnak megfelelt, úgyhogy fogtam magam és lerohantam Balatonboglára a fullgáz kereskedésébe, ahol volt ilyen példány, hogy felülhessek rá és megkezdhessem az ismerkedést. Tulajdonképpen a 790 Adventure tökéletesen megfelelt az elképzeléseimnek, azt az egy dolgot leszámítva, hogy ha minden olyan extrát beleraktam, ami tetszett, akkor fölé ment az ár 4 millió forintnak. Viszont amikor ott a szalomban körülnéztem, megpillantottam egy kis motort, a 790 Duke-ot, és hát fölültem rá, és egyből azt éreztem, mint amikor annak idején a 750X-ről átültem a 750S-re, hogy ez az a motor, ami az én méretosztályom, ez az a motor, ahol én jól érzem magam, és hát hazafele úton a kocsiban átgondoltam, hogy miért is kell nekem valójában túra motor.
A túramotor előnye többek között például a szélvédelem. Nos, ez engem annyira nem izgatott, mivel hogy az encén már megszoktam azt, hogy nincsen szélvédelem, úgyhogy ezt én így el tudom engedni. Másik előnye a pakolhatóság. Na, ez viszont nagyon fontos, és hát úgy látszott, hogy például a 790 Adventure-re nagyon szép nagy dobozokat lehet rakni, és kényelmesen el lehet rajta férni. Harmadik előnye az, hogy terepen tud közlekedni, illetve előnye még az üléspozíció, de hát én az encén már megszoktam azt a nékides üléspozíciót, úgyhogy igazából az sem zavart. Számomra a hátrányai a következők, hogy nem lehet vele például pályázni, hogy a nagyobb kerék miatt a szűkebb szerpentineken egy kicsit nehezebben kezelhető, ugye állóhelyzetben nehezebb vele manőverezni, nehezebb tologatni, és hát a legfőbb hátrány, hogy jelentősen drágább. Mire hazaértem, már bele is éltem magam, hogy a 790 Duke lesz a következő motorom, csak ki kellene valahol próbálni. Böngésztem az internetet ezerrel, és a kecskeméti KTM szalomban találtam is egy 790 Duke-ot, ami bérelhető, és csodák csodája, november közepén még volt egy olyan hétvége, egy olyan szombat, amikor 18 fok volt, és a kecskemétiek még nem pakolták el a tesztmotorokat, úgyhogy egy napra ki tudtam bérelni, és hát megtettem vele 300 kilométert, ami nagyon sok kérdésre választ adott. A legfőbb tapasztalatom az volt, hogy a 790 Duke egy igazi élménymotor, fantasztikus élmény volt vele motorozni, egyszerűen azt a motort arra találták ki, hogy te egy nagyon jót motorozzál. Minden technológia, amit az elmúlt két évben kifejlesztettek, ebben a motorban rendelkezésre állt, és tette is a dolgát rendben. Külön megjegyezném, hogy itt végre az elektronika az úgy tette a dolgát, hogy nem agresszíven avatkozott bele, hanem olyan jó finoman. Például az egykerekezés gátló az nem elszakította a gyújtást és majd óra estél, hanem olyan szépen nem hagyta, hogy az első kerék elemelkedjen a földtől, csak így azt érezted, hogy most van az a pillanat, amikor elemelkedne, de mégse, és húzhattad neki, mint a bolond. A gyorsváltó ebben a motorban fantasztikusan működött, tulajdonképpen elindultál, és csak dang, 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 és így pakoltad a sebességeket, nagyon élveztem. Azonban, hogy ne legyen ilyen egyszerű a dolog, voltak a motornak hátrányai is, ami legfőképpen a méretéből adódott. Ugye ez a motor sem annyira dobozolható, voltak hozzá utángyártott megoldások, de azt már láttam, hogy ha én ezzel el akarok menni akár egy hétre is túrázni, akkor a hátsó ülésre is kell csomagot rakjak, mondjuk ez már az NC-nél is így volt, oda is került egy táska. Viszont ahhoz, hogy a motorra föl tudjak szállni úgy, hogy a hátsó csomag fönt van, nekem át kellene emelnem a lábamat a táska fölött, ami bocsánat, de nekem már nem olyan könnyedén megy, úgyhogy ha én ezzel így próbálkozom, akkor sanszos, hogy mondjuk beleakad a lábam a táskába, és fölrúgom a motort. Ilyen esetekre van az a megoldás, hogy az ember, amikor leszáll a motorról, akkor fölhúzza a középsztenderre, és akkor szépen a lábtartóra föllépve, mint egy ilyen lépcsőházban föl lehet lépcsőzni a motorra, ez egy nagyon kellemes, kényelmes módja a felszállásnak. Csak hogy a Duke-ra nem lehet rakni középsztendert. Próbáltam ezt a felszállásos módszert oldalsztenderen megvalósítani, de ez a kis könnyű motor az én 90 kilomtól egyből úgy megingott, hogy éreztem, hogy ha ez nem aszfalton van ez az oldalsztender kirakva, hanem mondjuk például egy ilyen útszéli puhább talajon, akkor ezen simán fölborulhatok, úgyhogy ez aggasztó volt. Már december közepén jártunk, és nekem még mindig nem volt fogalmam arról, hogy milyen motorom lesz a következő szezonban. Ekkor azonban szembe jött az interneten képformájában a BMW F900R, illetve az XR, és hát a formába azonnal beleszerettem. Be is mentem a Wallisba, hogy érdeklődjek, hogy mikortól elérhetőek ezek a modellek. Jó 3 órát beszélgettünk ott Zsolttal, az értékesítő sráccal, aki egyébként korábban hondás volt, úgyhogy rögtön volt közös témánk. És hát elég sokat beszélgettünk arról, hogy milyen motort is keresek, és hát mind a ketten arra jutottunk, hogy igen, nekem az F900R lesz a tökéletes, mert az XR az úgyis később jelenik meg, drágább is, viszont az R az fantasztikus áron van, minden technikai újítás benne van, az a méretosztály, amit én keresek, benne van az a fun faktor, amit én keresek, tehát a leírások alapján azt hiszem megtaláltam a tökéletes motort. Abba maradtunk, hogy december legvégén vagy január elején érkezik majd a szalomba egy példány, amire fel tudok ülni, és hogyha az üléspróba megvolt, akkor meg is rendelem. Sajnos január elejére sem érkezett meg a tesztpéldány, viszont Zsolt azt mondta, hogy ha most nem rendelem meg a motort, akkor csak áprilisi szállítással tudják vállalni, ha most így január elején megrendelem, akkor március közepére itt van a gép. Végül is az ösztöneimre hallgatva berongyoltam a Wallisba és befizettem a 10% foglalót a motorra. Egy héttel később meg is jött az első példány a szalomba, lelkesen rohantam, fölpattantam rá, és ismét azt éreztem, amit az NC750S esetében, hogy ez az a motor, amit nekem gyártottak. Tökéletesen passzolt hozzám, a méretei, az üléspozíció, a kormány magasság,
biztonság, minden tekintetben azt éreztem, hogy jó döntést hoztam. Persze kipróbálni még nem tudtam, de hát tulajdonképpen az NC-t is úgy vettem meg, hogy nem mentem vele egy métert se, és végül is milyen jó 2 évet töltöttünk együtt, úgyhogy abba bízom, hogy ezzel is majd ez lesz. Most nézzük, hogy pontosan milyen felszereltséget is rendeltem. Elsősorban én az alapszint választottam, mert nekem ez a szürke-fekete, ez nagyon tetszik így, ahogy van. Beleraktam egy aktív csomagot, amiben benne vannak ezek a Pro menetprogramok, ami ugye a 2 alapmenetprogramhoz ad még hozzá továbbiakat, illetve ebbe van benne, ők úgy hívják, hogy Pro váltóasszisztens, tehát a gyorsváltó. Ezen felül beleraktam a Dynamic csomagot, amiben benne van az elektronikusan állítódó futómű, ez gyakorlatilag itt a hátsó futóművet állítja, úgyhogy az első futóműnek a mozgásából veszi az adatokat, illetve benne van ez a Headlight Pro, ez valamiféle ilyen kanyarvilágítás, ha jól tudom. Aztán a komfort csomagot azt nem rendeltem meg, kulcs nélküli indítás nem érdekel, télen nem szoktam motorozni, úgyhogy a markolatfűtés sem igazán. Aztán volt még itt egy olyan, hogy túracsomag, ebből viszont megrendeltem külön a koffertartót, illetve megrendeltem ugye a középállványt, amit én már említettem, hogy mennyire fontosnak tartok. Navigáció elékészítés az nem érdekel, mert én mobiltelefonon a Kalimotót használom, illetve a sebességtartó automatika sem, mert hát ritkán megyek olyan sokat, hogy az kelljen. A következő oldalon beleraktuk az 5 év jótállást, ugye az ABS Pro az benne van már az egyik csomagban, az adaptív kanyarvilágítás ugyancsak, alacsonyított kivitelre nincs szükségem, a connectivity az alapfelszereltség, a dinamikus futómű, tehát az elektromos fűtőmű az benne van, a traction control benne van, extra magas ülés ugyancsak nem kell, a Headlight Pro az benne van, koffertartó, kulcs nélküli indításra nincs szükségem, magas kormányra nincs szükségem, magyar kezelési kézikönyv nem árt, ha van, markolatfűtésre nincs szükségem, a dinamikus motorfék vezérlés, tehát a csúszókuplung az benne van, navigáció előkészítés az nekem nem kell, Pro menet programok, illetve a gyorsváltó benne van, a Pure Plexi azt nem raktam bele, mert az egy ilyen nagyon pici, azóta már láttam, egy ilyen nagyon picike kis háromszög, én helyette kértem egy ilyen nagyobb plexit, ami ugyancsak gyár és kb. Ekkora így innentől, itt, hogy az egeret nézitek, akkor innentől idáig tart. A guminyomás ellenőrző rendszert azt kértem bele, az nagyon hasznosnak tartom, riasztót nem kértem, sebességtartó automatikát ugyancsak nem, és hát kövezzetek meg, de nekem ez a hátsó ülésborítás nem tetszett, úgyhogy én ezért sem akartam pénzt adni. Úgyhogy ez lett az összeállítás, illetve ha itt visszamegyünk, akkor még így lehet forgatni szépen így a képet, és akkor így lehet látni, hogy néz ki a gép. Március elején aztán a beszámítási árnál egy picivel többért el tudtam adni az NC-t. Üresen áll a helye, hirtelen nagyon sürgőssé vált, hogy nekem meglegyen már az új motorom. Nagyon izgultam, hogy mi lesz már, mikor jön már meg. Aztán március 12-én hívott Zsolt, hogy megjött a motorom. Itt van már levizsgáztatva a Wallis parkolójában. Rohantam be, fölültem rá, nagyon jó érzés volt, és hát most már csak az okmányokra várunk, és hozhatom el. És ma pedig eljött a nap, amikor átveszem a motort, lassan indulok is, trélerrel fogom elhozni, azért trélerrel, mert nem a Hungária körúton akarom kipróbálni először a gépet, hanem hazahozom szépen, és itt fogom megkezdeni a vele való ismerkedést. Úgyhogy most indulok is, tartsatok velem! Nos, sziasztok! Itt vagyok a kocsiban. Hát azóta, hogy az előző másodpercekben befejeződött a videó otthoni része, azóta azért eltelt pár nap. Ugyanis azt szombaton, illetve vasárnap forgattam, úgyhogy gyakorlatilag most már szerda van. Kedre ígérték a motort, de a keddi átadást azt végül is az okmányirodák lelassulása az meghiúsította. De hát ez még így is szép teljesítmény a jelenlegi helyzetben, hogy egyáltalán működnek az okmányirodák. Kicsit izgultam, hogy beragad a moci a vírus veszély miatt, de hát úgy tűnik, hogy megvan a forgalmi, van már rendszámom, valami egészen elképesztő UOJ, vagy mi volt a rendszám, kivontatatlan. De hát nem baj, nem kell azt mondogatni, oda van az írva. Majd a szalomban megpróbálok egy keveset forgatni, de nyilvánvalóan az átadás átvétel folyamatát és a lehető legrövidebbre korlátozzuk. Úgyhogy megkapom, földobjuk a futóra, azt jövök is haza, még jelentkezem. Nos, hát itt vagyunk a Wallisnál, megérkeztem, egész szépen sikerült leparkolnom, úgyhogy most bemegyek a motorért és átveszem.
következő történik, bejött velem együtt egy csávó, és elmondta, hogy ő, ha nem kapja meg a motorját, ő nagyon nagy problémában lesz, ha nem tud nyáron motorozni, és ő az az igazság, hogy a nagymamájáért kevésbé aggódik, mint ezért a motorért. Hát komolyan mondom, annyira ledöbbentünk, hogy azt meg, bocsánat, de le akartam rúgni a csávót itt a lépcsőn, de hamarabb távozott, úgyhogy na mindegy, ez csak úgy mellesleg, mindjárt lesz motorom. Csá, rohamozunk befele a szervizbe, ahol megtörténik az átadás, szóval itt a kulcs a kezembe, és most mindjárt átadják. Ez egy selfie valami, mindjárt. Azért sokat dolgoztál ezért a motorért, te is. Most ez selfie vagy vecet? Ő is ilyet fog venni. Köszi. Szóval srácok, ez az új motorom, ezzel lesznek az új loadbiker kalandok, hogyha nem engednek ki a határon, akkor bejárjuk Magyarországot, az amúgy is szép, úgyhogy tartsatok velem a jövőben is. Lassan hazaérünk a motorral, és szép lassan megkezdjük az ismerkedést. Nem mindent fogok levideózni természetesen, mert inkább szeretnék koncentrálni egy pár napig a motorozásra, már nagyon hiányzik. Viszont, hogyha jön a kijárási tilalom, ahogy itt rebesgetnek, akkor meg lesz időm megvágni végre a norvégiai videónak az utolsó 3-4 epizódját. Szerintem olyan 3 lesz még benne, abban biztos. Nektek köszönöm, hogy végig kísértétek ezt a sztorit, hogy vettem motort. És hát jelentkezem további érdekes videókkal, tartsatok velem, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és hát motorozzatok sokat. Sziasztok!